Szép jó napot kívánok! Meg egy jó hetet kívánok! Hétfő van, azt hiszem. Nem tudom, hogy kezdődött a heted. Én most még nem kelkedtem föl. És ha láttad azt a videót, amit tegnap csináltam a kocsiból, akkor láttad azt, hogy éppen megyek egy előadásra. Most az a téma, ami volt, ez nekem teljesen meglepett. Nem erre számítottam. Volt egy pici abból, amire számítottam, és sok-sok abból, amire nem. Ilyen témák voltak, hogy hogyan tudod elérni azt, hogy teljesen adómentes tudj lenni. Ez Amerikára vonatkozik, én itt élek, tehát ez ezzel kapcsolatos, viszont lehet, hogy Magyarországon is meg lehet találni ugyanazt az utat ebbe az irányba. Nem akarok ebbe belemászni, mert semmi fingam nincs a magyarországi helyzetről ilyen téren. Másik téma az volt, hogy hogyan lehet kihasználni azt, hogyha nem amerikai bankot használsz, nagy amerikai bankokat, hanem piciket, illetve ha porturikói bankot használsz. Tehát Porturikóban nyitsz egy bankszámlát. Miért jó ez? Eszméletlen érdekes. És a harmadik téma, az meg talán a legérdekesebb, az, hogy hogyan lehet megoldani azt, hogy legyen egy COVID oltási papírod, annélkül, hogy tű legyen a kezedbe, vagy a tűt szúrjanak beléd. Na, ilyen témák voltak, és én nem erre számítottam, de mind a három egy nagyon érdekes dolog. Most nekem most az a következő lépés, hogy egy óradíjjal fogok kapni egy konzultációt erről. Ez lesz valószínűleg a hét folyamán, vagy maximum jövő héten, és amint tudok többet, akkor mondom, nem tudom mennyi használható ezekből az információkból majd otthon, de meglátjuk. Én csak így mondom azt, ami történik az én életemben, tehát másról nem tudok videót csinálni, csak arról, ami velem történik, majd, ami nekem új, amit én kapok, azokat az impulzusokat tudom felhasználni, és adom tovább. Tehát most ez történik. És ezzel kapcsolatban viszont, hogy hogyan jönnek az információk, beszélgettem valakivel Magyarországon elég sokat, és egy kicsit jobban leesett nekem a tantusz, hogy mennyire gáz az, ami van Magyarországon per pillanat ezekkel a lezárásokkal, és hogy mennyi ideje, és hogy még mindig, 8 órára kell hazamenni. Én ezt néha elfelejtem. Ez nincs a fejembe, egyértelmű, hogy itt más a helyzet, és az, ez egy kicsit engem letaglózott. Ami fontos per pillanat szerintem, hogyha te ott vagy, tehát így mint kívülállóként mondom ezt, és azt csinálsz az információ, amit akarsz. Ez lelkileg brutális lehet. Tehát én csak belegondolni tudok, nem tudok úgy magyarázni, hogy most én ezt átéltem, és az én tapasztalatom az. Tehát, de viszont azt látom, hogy ha csak belegondolok, milyen hatása van ez rám. Ami fontos szerintem, hogyha elfogadsz egy ötletet, találj valamit, amiben nyerő tudsz lenni, amiben nyerő vagy már lehet, hogy most is, és tartsd meg ezt a nyerő mentalitást. Bármi áron, ahogy csak lehet. Tehát most próbál az a kormány, meg próbálnak ezek a rendeletek, nem a kormányt akarom színni, ezek a rendeletek mindegy, hogy honnan jönnek, az EU-tól, innen, vagy onnan, vagy amonnan, vagy hogy ki a hülye, az most teljesen mindegy. A lényeg az, hogy most rajtad is csattan az ostor, és fönn kell tartani ezt a nyerő mentalitást, hogy te nyertes vagy. Találj valamit, amiben nyertes tudsz lenni, találj valamit, amire büszke tudsz lenni, és ami reményt ad. Én amit most látok, az, hogy online ezt meg tudod csinálni ezekkel a bizniszekkel, hogy sikeres vagy, sikeres maradsz, sikeres... Imádom őket, de rohadt hangosan. Elszállt. Ez jó is, hogy közel laksz a reptérhez, mikor hazajössz. Akkor olyan jó, ja, csak 10 perc is otthon vagyunk. Viszont ilyenkor gáz. Én elég sokat repkedek, ez egy jó dolog, hogy reggel nem kell túl korán kell, hogy kijussunk a reptére, vagy ha a reptéről hazajövünk, akkor nem kell sokat utazni. Viszont ez hangos. Tehát, hogy tudsz nyertes maradni? Én ezért hordom ezt. Ez emlékeztet rám. Champion. Ez egy márka. Csak ezért hordom ezt, mert emlékeztet. Champion. Legyél bajnok. Nyertes. Tehát, ha nem így, miben tudsz nyertes lenni? Most még sporton is lehet igazán versenyekre elmenni.
ez gáz. Tehát én csak ezt látom most per pillanat, hogy az a legokosabb, amit tudsz tenni magadért, hogy kidolgozol valamit online, amiben jól érzed magad, amit szeretsz csinálni. És tegnap néztem egy videót arról, hogy hogyan csinálnak meg üres teherautókat lakóautóvá. És van egy pár, fiatalok, 21-23 évesek, megvesznek egy elég olcsó öreg teherautót, gyönyörűen megcsinálják, körülbelül egy hónapig dolgoznak rajta, de végigveszik videóval, hogy mit csinálnak vele, rendbe hozzák, és még ott a videó végén, mikor megmutatja egy ilyen gyors felvételű, összevágott videó, megmutatja, hogy hogy rakják össze, és utána eladják ezt a vent. A következő projekt, amit csinálnak, megnéztem egy-két videót tőlük, a következő projekt, amit csinálnak, egy cégtől kaptak egy vadi új vent, 7000 km volt a vendbe, vagy mérföld, tehát ez teljesen új. És már egy jó pár dolgot, amit beépítenek a vendbe, napelemeket, ilyesmit, azok már cégek ajánlják fel nekik. És mindenről oda teszik a linkeket a videó alá, hogy honnan szerezték, és valószínű, hogy jutalékot kapnak mindentől, tehát a napelem árustól jutalékot kapnak, a VEN árustól jutalékot kapnak, mert a saját linkeiket teszik föl, ajánlói linkeiket teszik föl, és kedvezményt ajánlanak neked, ezért, hogyha a linket használod, akkor ők ebből pénzt csinálnak. Most ezt én is használom, ezt a logikát, és valószínű, mindenki, aki videókat csinál YouTube-on, de ez megint nyitott egy ötletet, vagy egy útvonalat, amit valaki tud használni, hogy ha te szeretsz építeni bármit, van egy hobbid, ebből a hobbiból tudsz pénzt csinálni úgy, hogy fölveszed videóra, hogy csinálod. Megfőzöl valamit, összeraksz egy madáretetőt, hogyha szeretsz fabrikálni, vagy csinálsz egy forgósz valamit, megmutatod, hogy készül, és fölteszed, eladod. És csinálod a következőt. És látszik, ahogy a YouTube-on ezek a srácok, vagy ez a lány és a srác csinálják, hogy mennyire amatőr az első, ahogy csinálják, és mennyire klasszisokkal profibb a következő. De brutálisan. Marha ötleteik vannak, nagyon ügyesen csinálják, jobb a minőség az egész videónak, és látszik, hogy ebből pénz van. És az a videó, amit én néztem, az több mint 1 millió ember megnézte. Tehát, ha van egy hobbid, szinte kötelező, hogyha most ott vagy, hogy Covid-be vagy zárva, nincs munkahelyed, kezdj el videókat csinálni, és tedd föl a videókat, hogy mi az, amit te élvezel csinálni, mi az, ami neked fontos, vagy jól érzed vele magad, vagy valamit létre tudsz hozni. Hogyha van egy ilyen tehetséged, vagy művészi tehetséged van, vagy valamit szeretsz csinálni, ott a lehetőség. Az a lehetőség maga, hogy abból videókat csinálsz, fölteszed, és valahogy hogy pénzre formálod át ezt a hobbit, ami van neked. Tehát igazából nekem is hobbim valahol ez a motiválni embereket, eljutni az emberek fejébe valahogy, hogy megváltozzon valami. Nekem ez a változást látni, meg létrehozni, nekem ez a hobbim igazából. Ez az, amit imádok csinálni. És mikor van egy videó, és alatta odaírja valaki, hogy fú, köszi, mert valamit mondtál, ami segített, az a lényeg. Én ebből érzem azt, hogy amit csinálnak, annak van haszna, ez motivál, és sokszor ezek a hozzászólások visznek el a következő videóig. Mert körülbelül ez van így korán reggel. Most beszéltem egyébként, én itt lakom, ez egy ilyen lakópark, és az a két ember, aki itt volt a medencében, magyarok. Véletlenül találkoztam vele már korábban, de egy elég ismert vízipólós Magyarországról. Na, ez csak egy érdekes dolog, és most is beszélgettünk ilyesmiről. Eszmentem, hogy folyamatosan lehet tanulni, bármere mész. Én most tanultam tőle egy-két dolgot. Jegyzeteltem, miközben beszélt. Na, sziasztok! Kívánok mindenkinek jó hetet, és találkozunk legközelebb. Valószínű, hogy egy-két emberre még ma is találkozunk, mert lesz egy-két program itt. Sziasztok!